जय जगन्नाथ। It's a wonderful day here. Nagyon szép nap van. In this lovely green city park. Nagyon szép ez a zöld városliget. In the company of the blessed Lord Sri Jagannath. És itt vagyunk az áldott úrnak a jelenlétében, Jagannath jelenlétében. In about less than 2 weeks time, we are going to have a huge festival in the land of Jagannath from where I come. Körülbelül két hét múlva kezdődik egy hatalmas fesztivál Jagannath Puriban, ahonnan én jövök. After 19 years, this day comes when the physical body of the Lord is changed. 19 év után idén új testet kap az Úr, egy új testet faragnak neki. It's called Nav Kalevar. Ez a neve ennek az eseménynek. It means getting a new body. Ez azt jelenti új testet kapni. After 19 years in this town of Puri, Jagannath Puri, we shall have this wonderful festival for which we expect 5 million people to be coming to this town of 300,000. 19 év után ez egy csodálatos, hatalmas fesztivál lesz Jagannath Puriban, ahova 5 millió látogatót várunk, egy olyan városban, ahol 300 ezeren élnek. I of course miss that wonderful festival. Persze ezt sajnos nem fog tudni részt venni ezen a csodálatos fesztiválon. But I don't miss it so much because here the way our friends in ISKCON have projected Lord Jagannath's glory. De olyan nagyon nem, mégsem hiányzik, mert itt van a vigasztalás, hogy a barátaink, az ISKCON-os barátaink most itt ide kivetítették az Úr Jagannathnak a dicsőségét. You can appreciate that in fullness. Ezt így teljesen megfülödhettek az Úr dicsőségében. Since the first day of my arrival in Budapest when I took charge as ambassador. Azóta, az év óta, hogy először idejöttem Budapestre, mint nagykövet. I have been in touch with ISKCON through the wonderful company of Sri Madhupati Dasa. Kapcsolatban voltam végig az ISKCON-nal. And of course Sri Swamiji Maharaj. És természetesen a Swamiji-vel nagyon jó kapcsolatom volt. Several times I've visited the temple here in Budapest and I have gone to Krishna Valley. Többször voltam a budapesti templomban és többször jártam Krishna völgyben is. I have had my wonderful spiritual vibrations in both places. És tapasztaltam azokat a csodálatos lelki rezgéseket, ami mindkét helyen tapasztalható. But the best part, when I go myself to Krishna Valley, also with my guests who come. De a legjobb hely Krishna völgyben, ahova a vendégeimet is mindig elviszem. It is amazing how a commune is being brought up there under this wonderful presence of the Lord as well as with nature. És csodálatos az, ahogyan egy közösség kialakult és fejlődik ezen a csodálatos helyen, ahol az Úr jelenléte szenteli meg az ő tevékenységüket. It's a wonderful example how pure life can be lived even in this circumstances, even in this world. És csodálatos példát ad Krishna völgy arra, hogy milyen szépen egyszerűen lehet élni, még ebben a zűrzavaros világban is. In the Indian Embassy we have several spiritual organizations who come to us. We have also formed a Vedanta Society. A követségen többféle lelki mozgalommal kapcsolatot tartunk, meg is alapítottuk a Vedanta Társaságot. To bring to spiritual aspirants of Hungary and other places the values
and the teachings of Vedanta. Azért tettük ezt, hogy a Vedantát minél több magyar lelki törekvő felé megnyissuk, hozzáférhetővé tegyük, és ehhez biztosítsuk a feltételeket. Vedanta, as we all know, are the last part of the Vedas, are the essence of the Vedas, and therefore deemed to be the essence of Indian spiritual tradition and Indian spiritual knowledge. Mint biztosan tudjátok, a Vedanta a Védáknak az utolsó fázisa, a Védáknak a párlata, összegzése, és ezért ilyen formán az indiai kultúrának a párlata. It is at the stage, at the level of knowledge, that you don't differentiate between this group or that group. All groups merge together when they all merge in one stream towards the ocean. Vedanta is the ocean. Ez a Vedanta olyan, mint az óceán, egyesíti magával az összes lelki irányzatnak a folyóját, patakját, és egy óceán befogadja ezeket. And I must say that ISKCON, this great Krishna consciousness movement which has spread all over the world, is a powerful stream merging in that ocean. És azt mondhatom, hogy az ISKCON, tehát a Krishna tudat nemzetközi szervezete, az egy igen nagy folyó, ami ebbe az óceánba tart. Why do I particularly appreciate this organization? Mi a különösen értékelendő ebben a szervezetben? It is not only because they believe so much in Lord Jagannath, and there we have something common. Hát nem csak az Úr Jagannathnak az elhozatala, és hogy így valami közünk van egymáshoz. It is not only because I have seen them more than any other religious group coming to my place in Puri. Nem is azért, mert többet találkozom az ISKCON baktákkal, mint az összes többi lelki irányzattal együttvéve. It is not only that they form a very important group among the Hindu spiritual organizations who are promoting Hindu dharma, Sanatana dharma in the world. És nem is csak azért, mert a legjelentősebb szervezet, amely a Hindu dharmát, a Sanatana dharmát terjeszti az egész világon. But there is something special in them. De van valami különös bennük. The thing which is special in them is their zeal, is their mission, is their passion, is their intensity, is their force to take Hinduism to the farthest corners of the world. Ami a különös az ISKCON-ban, az odaadás, az a lelkesedés, az a kitartás, az a szenvedély, amivel eljuttatják a hinduizmust a világ legkisebb, legeldugottabb szegletébe is. If there is one Hindu organization outside of Hindu Rajya or Sanatan Dharma land, which is India, if there is one spiritual organization which is promoting the ideals of Sanatan Dharma, which can be singled out for its devotion and zeal, it is this organization, ISKCON. Hogyha valahol van egy olyan hindu szervezet, amely a hindu dharma, a Sanatana dharma országának, azaz Indiának a kultúráját terjeszti azon a helyen, akkor az minden bizonnyal az ISKCON. When I see the disciples on the road, on the streets, pulling the chariot of Lord Jagannath in various parts of the world, és bakták ezrei a világ sok-sok táján húzzák a szekeret, húzzák az Úr Jagannath szekerét, I am filled with admiration. Akkor én engem csodálattal tölt ez el. I am filled with appreciation for these wonderful souls. Tele vagyok elismeréssel a csodálatos lelkek iránt. Who have completely abandoned their early lifestyles. Ők teljesen otthagyták a régi életstílusukat. As if they don't know anything about that. És nem is akarnak tudni róla. Each one takes a new name, a new form. Mindegyikük egy új nevet, egy új formát vesz fel. And makes a new birth, as if. Ez olyan, mint egy új születés. It's very difficult to do that. Ezt nem könnyű megtenni. Not all can do that. Nem mindenki képes erre. If you come to Krishna Valley, you will see how they're living in such purity, in such austerity. It's amazing.
megdöbbentő az az odaadás és az a lemondás, amit például Krisna-völgyben az ott lakók részéről látok. Therefore today, which could be perhaps my last interaction formally with them, úgyhogy ma a mai napon, ami lehet, hogy az utolsó hivatalos találkozásunk, mielőtt elmegyek, since I am very soon leaving this wonderful country back for my own country after finishing my tour of duty, mint hogy rövidesen befejezem az itteni küldetésemet és visszatérek a saját hazámba, I extend my deepest appreciation, szeretném a legmélyebb elismerésemet kifejezni, my sincerest good wishes, és a szívem mélyéből a legjobbakat kívánni to each and every member of this beloved organization, ennek a nagyon-nagyon szeretett szervezet minden egyes tagjának, that they continue their mission in this world, kívánom, hogy folytassák ebben a világban a missziójukat, that they serve humanity, hogy szolgálják az emberiséget, and humanity is all spread out here on this wonderful grass lawns of this park, az emberiség képviselői szépen itt vannak ezen a zöld füvön, and may they be blessed by the Lord, és az Úr áldja meg őket, may they continue to speak the virtues of Hinduism, hadd folytassák a hinduizmus erényeinek terjesztését, may they continue to imbibe the ideals, the noble virtues of the Sanatan Dharma in their own lives as a mission to other lives. Folytassák tovább azt a folyamatot, amivel a hindu dharma, a Sanatan Dharma elveit beépítik a saját egyéni életükbe. Finally, I call upon all of you, ladies and gentlemen, wonderful people who are assembled here today, to give them all the inspiration and give them all the courage and all the support to all the brethren from all various bodies who are assembled here and to all members of this devoted, dedicated organization, the International Society of Krishna Movement, the Krishna Consciousness Movement, to come together. Végezetül mindenkit kérek, hogy adja meg a támogatását, a lelkesítését ennek a csodálatos csoportnak, a Krisna Tudatos Mozgalom valamennyi tagjának. No matter, we can differ in our nationality. Mindegykinek mi a nemzetisége. We can differ in our countries from where we come, the borders from where we come. Lehet, hogy nem ugyanabból az országból jövünk, lehet, hogy határok választanak el bennünket. We can differ even in our religions, what we worship. Még lehet, hogy a vallásunkban is különbözőek lehetünk. But what brings together, ami összehoz minket azonban, is the spirit of humanity. Az emberiességnek az elterjesztése. The spirit of service to the society. A szolgálat az a társadalom iránt. The spirit of worshiping the fundamental values of goodness, of nobility in human beings. És azoknak az alapvető elveknek a szolgálata, amelyek az emberiségben a nemes, az emberiségben a nemes, az értékes. The spirit which is deeply enshrined in all members of this holy faith, which is promoting Sanatan Dharma as the highest value of their lives, for which they have dedicated themselves. Ezek azok az értékek, amiket a Krishna hívők, akik a Sanatan Dharmát az életükben megvalósítják, a legnagyobbra értékelnek. Thank you, Madhivajja. Thank you, Ambassador. Thank you. Thank you all, Krishna Chapel. Enjoy the day. Enjoy.